Köszöntöm nézőinket, önök a Pannon Televízió híradóját látják, Slajho Zénó vagyok, főbb témeink néhány mondatban. Óvintézkedések a hőségben, harmadfokú riasztást adtak ki az országban. Halálos tűzesetek, szénmonoxid mérgezés, tűzgyújtási tilalom, mozgalmas fél évet zártak a baranyai tűzoltók. Újabb pénzdömping a baloldali városvezetés ölében. Sok milliós értékű szerződést kötöttek a baloldaliak. Azonos szellemiség és értékrend a találkozás fontosságára hívta fel a figyelmet a pécsi mérgespüspök. A legmagasabb harmadfokú hőségriasztás van érvényben hazánkban. A forróság különösen veszélyes lehet a krónikus betegekre, de az egészséges szervezetet is megviseli a hőség. A baranyai tiszti főorvos ezért óvatosságra és a szükséges intézkedések betartására hívja fel a figyelmet. Vasárnaptól péntek éjfélig a legmagasabb harmadfokú hőségriasztás lépett életbe, olvasható a Baranyai Kormányhivatal közösségi oldalán is. Az országos tiszti főorvosa a Hungaromet előrejelzése alapján a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére július 7-én vasárnap 0 órától július 12-én péntek 24 óráig. Azonban az előrejelzések szerint ez meghosszabbodhat, mondja a baranyai tiszti főorvos. Ami várhatóan a meteorológiai szolgálat előjelzései szerint még ki fog tolódni legalább egy héttel. Tehát nagyon fontos, hogy tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy egészségkárosodás nélkül túléljük ezeket a hőhullámokat. Azzal kezdeném, hogy a krónikus betegek, szívérendszeri betegek, anyagcserebetegségben szenvedők, kiemelem a cukorbetegeket, óvakodjanak attól, hogy napközben kimenjenek a szabadba. Tehát maximum reggel, vagy már az esti órákban, amikor leül a levegő, akkor tartózkodjanak kint. Ugyanez érvényes lenne a kisgyermekekre is. Fontos, hogy a krónikus betegek a gyógyszereiket pontosan szedjék, illetve az is, hogy megfelelően tárolják, hiszen a hőségben felmelegedhet a lakás, ha nem tudjuk hűteni. Ezeket a gyógyszereket ilyenkor hűvösebb helyre, akár hűtőszekrébe is be lehet helyezni, hiszen nem mindenhol van klíma, akár 32 fokig is fölmehet egy szobának a hőmérséklete. Nagyon fontos, amit már mindenki tud, a megfelelő és fokozott folyadékfogyasztás, ami nem alkoholt és nem kávét jelent, hiszen ezek a termékek vízhajtó hatásúak, tehát vizet, cukormentes üdítőket, vagy cukormentes gyümölcsleveket, teát fogyasszunk, és fokozott mennyiségben. Ma már egyre több családnak van otthon klímája, de a munkahelyeken is, ahol lehet, alkalmazzák ezt a levegőhűtési technológiát. Azonban ezzel vigyázni kell a szakember szerint. A klímák működtetésének is vannak szabályai, tehát a túlhűtött klímás helység az nem jó. A kinti hőmérséklethez képest én azt mondom, hogy 5 foknál nem szabadna hidegebbre rakni egy klímát, mert ilyenkor jönnek az úgynevezett klímás megfázások, tehát a hőmérséklet különbség miatt fertőzések könnyebben megtámadják a szervezetet. És hát a klímákat évente legalább egyszer fertőtlenítetni kell, hiszen a klímába a keringő folyadéknak is lehet olyan úgymond fertőzés, olyan mikroorganizmusokat tartalmazhat, amelyek meg problémát, fertőzést okozhatnak. Fokozottan figyelni kell a fényvédelemre, ha kimegyünk a szabadba, akkor be kell kenni a fedetlen bőrfelületet magas faktorú krémmel. Igaz ez, ha a strandra, a szabadtéri fürdőhelyre megyünk, ahol a fényvédő krémek használatát meg kell ismételni az úszás után. A szakember azt mondja, ne menjünk be a vízbe ittasan, illetve ne ugorjunk fejest olyan helyen, ahol nem ismerjük a vízmélységet. Két halálos áldozattal járó tűzeset is volt Baranya vármegyében az első fél évben. A szénmonoxid mérgezésre a nyári időszakban is figyelni kell, mondta stábunknak a katasztrófa védelmi szakember. Baranyában is tűzgyújtási tilalom van, ami visszavonásig érvényes.
Mozgalmas fél évet zártak a tűzoltók Baranya vármegyében. Erről beszélt stábunknak a katasztrófavédelem helyettes szóvivője. Több tűzeset történt, köztük olyanok is, amik halálos áldozatokat követeltek. 2024 első fél évében, tehát július 30-nak még összesen 101 lakóépület gyulladt ki, és 640 négyzetméternyi épített tövet égett le. Sajnos a lakástűzekben kettő személy veszette életét. Mind a kettő eset áprilisban történt, időszemélyekről volt szó, akik bejelegezték a füstöt, és az orvosi vélemény alapján füstmérgezésben halálosztak el. Egyik tűzeset érintett helyszínen sem volt sajnos füstérzékelő, amely életet mentetett volna, hiszen hangosan riasztó, hogyha füstöt érzékel, és ugye a lakó észleli, hogyha menekülnie kell az adott lakásból. Egyébként a tűzesetekben 14-en sérültek meg. Az év első 6 hónapjában keletkezett lakástüzek eloltásához összesen 67 órára és 230 tűzoltó járműre volt szükség. 4 otthon vált tűz miatt lakhatatlanná, 6 embernek kellett átmenetileg máshova költöznie. A leggyakrabban elektromos hiba nyílt láng, a fűtési rendszer hibája, sütés, főzés, avar vagy szemétégetés miatt csaptak fel a lángok. 5 otthonban szándékos gyújtogatás miatt keletkezett tűz. Szénmonoxid mérgezés nem történt az év első felében, de figyelni kell a gyilkos gáz jelenlétére nyáron is, mondja a szakember. A nyilvánvaló működő vízmelegítők is okozhatnak szénmonoxid mérgezést. Pont ilyen vonulás történt Zalavármegyében a héten. Pár elszívó mobil klímára kell figyelni, hogy ezek megváltoztatják az otthonokban a levegőnek az áramlását. Nagyon fontos, hogy megelőzzük ezeket az eseteket. Ablakokban lehet légbevezetőt szerelni, illetve az is elégséges, hogy gyakran kiszellőztetünk. De a legbiztonságabb megoldást az állandó és automatikus légbevezetés jelenti. Illetve a vízmelegítőket, amelyek nyílt lánggal működnek, érdemes évente egyszer átnézetni, ellenőrizni teti szakemberrel. Tűzgyújtási tilalom van érvényben Baranyában is, mondja Polgár Miklós. Be kell tartani a szabályokat, mert a nagy melegben gyorsan tovább terjedhet a tűz, a szabadban és nehéz megfékezni. Ilyenkor tilos a külterületeken fásításoktól 200 méteres körzeten belül tüzet gyújtani, tehát még kijelölt tűzlökő helyen sem szabad, illetve a hőségben fokozottan figyelni kell arra, hogy ilyenkor a ház területen háztartásoknak szabad udvaron kertésütést végezni, de fokozottan be kell tartani a biztonsági előírásokat, oltóvízzel gondoskodni kell. Ne dobjunk el égő cigarettacsikket, nagyon könnyen ezek tüzet okozhatnak, vagy vegetációs tüzek keletkezhetnek, és a hőségnek ezeket elég nehéz ilyenkor eloltani. A tűzgyújtási tilalom további elrendeléséről naponta döntenek a hatóságok szakemberei. Felmérik, hogy indokolt ezt a korlátozást fenntartani, vagy sem. A tilalom a közzétételtől a visszavonásig érvényes. Az aktuális helyzetről a sajtóban, illetve a katasztrófavédők és a Nébik honlapján találhatnak információkat az érdeklődők. Rövid híreink következnek. A pécsi önkormányzat több intézkedést is bevezetett a forróság élettani hatásainak enyhítésére, írja közleményében a Városháza. Gondoskodtak a városban kialakított összesen 35 ivókút és további 6 csobogó tisztításáról és folyamatos működtetéséről. Pécs minden város részében elérhető ilyen ingyenes ivóvízvételi lehetőség, ezek részletes listája Pécs honlapján elérhető. A Biokon már május végén kifeszítette a belvárosi sétálóutcák forgalmát árnyékoló napvitorlákat. A Tettyeforrásház szintén hetekkel ezelőtt felállította már a permet kapuit, amelyek a város 3 pontján, a Széchenyi téren, Uránbányász téren és a Csontvári sétányon nyújtanak felfrissülést a kánikulában. A tükebusz klímával rendelkező autóbuszai működnek a kondicionáló berendezések és a gyors utascsere, valamint a megfelelő átszellőzés biztosítása érdekében a hőségriadó idején valamennyi ajtón fel lehet szállni a járművekre, olvasható a közleményben. Elkezdődtek a Pécsi harmadik színház korszerűsítési munkálatai. A színházépület felújítása több szakaszban valósulhat meg. A beruházás első üteme a színházépület közönségforgalmi részének, irodáinak és színészöltözőinek felújítását, valamint egy több funkciós tér kialakítását tartalmazza. A pécsi közgyűlés legutóbbi ülésén döntöttek arról a képviselők, hogy elkezdődhet a munka az uránvárosi épületben. Korábban sokáig kérdéses volt, hogy megmarad-e egyáltalán a teátrum, az összefogás eredményeként viszont rendeződött a társulat sorsa.
Újabb pénzdömping a baloldali város vezetés ölében 600 millió plusz áfa értékű szerződést kötött Péterfi Attila pécsi polgármester és csapata nyáron. A baloldali közgyűlés kihasználja ezt a pár hónapot, és utoljára még lapától egy kis pénzt, amíg fel nem áll az új összetételű városvezetés. A szerdai költségvetési bizottsági ülésed ez volt a legfajsúlyosabb ügy. A szerdai költségvetési bizottsági ülés előterjesztéseiből már látszik, hogy Péterfi Attila polgármester és csapata megpróbálja az utolsó hónapokat kihasználni, hogy a megszokott holdudvarát további megbízásokkal, szerződésekkel lássa el, mondta Barkóczi Csaba, fideszes önkormányzati képviselő a költségvetési bizottsági ülés alkalmával. Ebben élen jár Bodnár Imre, az ismert pécsi baloldali ügyvéd, aki most egy újabb 6 millió forint plusz áfa értéktartamú szerződésre tehet szert, hogyha ez az előterjesztés a mai bizottsági ülésen átmegy. Az ebben az arcátlanság, hogy ezt a szerződést, ezt 2024. október 1-től egészen 2026. tavaszáig igyekeznek megkötni az ügyvéddel, ami hát eléggé sajátos. Ugyanis október 1-től már nem a jelenlegi baloldali közgyűlés viszi tovább a város ügyeit. Egy új testület másfajta módon kormányozza majd Pécset, tette hozzá jobboldali képviselő. Látszik az, hogy a polgármester meg akarja előzni, és gyakorlatilag ki akarja cselezni ennek az új testületi többségnek a felállását, és idő előtt már az ő kontójukra előre megkötni olyan szerződéseket, amelyek enyhén szólva is visszásak. Ezt a szerződést már nem lehet jogilag megakadályozni, mivel jelenleg a korábbi összetételű közgyűlés szerint zajlik a szavazás. Azonban októbertől már módjában lesz ezt, és korábbi szerződéseket is felülvizsgálni az új összetételű közgyűlésnek, hangsúlyozta Barkóczi Csaba, a polgári oldal önkormányzati képviselője. 4 napon át azonos szellemiségben és értékrend alapján elmélkedtek, Isten dicsőítették a katolikus fiatalok. Az ország távolabbi pontjairól is érkeztek résztvevők azért, hogy kicseréljék gondolataikat, nézeteiket. Mindezt pedig műhelyfoglalkozások alkalmával tették meg a 42. Mária Gyűdi ifjúsági találkozón. Éppen műhely munka zajlik, tesztkérdéseket kapnak a fiatalok a katolikus Caritas csoportnál a Baranya vármegyei Mária Gyűdi egyhelyen. Itt a Mária Gyűdi ifjúsági találkozón, így a katolikus Caritas, mind a katolikus egyháznak a hivatalos segélyszervezete is kint van. Kis műhelyjel veszünk részt ezen az eseményen. Nagyon sok más műhely is működik, dolgozik, de mi ugye az egyház segélyszervezeteként kimondottan a segítő munka, az ehhez kapcsolódó szolgálat, hogyan tudnak a fiatalok akár részt venni a segélyszervezetünknek az életébe, hogyan tudnak kapcsolódni hozzánk. Ezzel kapcsolatban hoztunk egy kis kvízt, amit kitöltenek a fiatalok, átbeszéljük velük ilyen érdekes kérdésekkel, de ezen keresztül megismerik így a segélyszervezetünknek a működését, és majd bízunk benne, hogy minél közelebb tudnak kerülni ez a fajta segítő szolgálathoz. Több mint 100 fiatal regisztrált a 4 napos 42. Mária Gyűdi ifjúsági találkozóra. Fábián Bence a Pécsi Katolikus Egyetemi Lelkészségben dolgozik, 2 éve társszervezője a Mária Gyűdi ifjúsági találkozóknak, főszervező a Katifi. Előszervezésben és napi programok lebonyolításában segíti a fiatalokat. Hosszú évek, évtizedek hagyománya az, ami itt újra felelevenül. A találkozóra várjuk azokat a 16 és 35 év közötti fiatalokat, akik szeretnék jobban elmélyíteni az Isten kapcsolatukat, keresők, szeretnének Istenhez kapcsolódni, akár gyakorló hívők, és ezért vagyunk mi szervezők, és ezért próbálunk számukra minél izgalmasabb, minél színesebb és minél Istenhez közeli programot szervezni. Már 1 éve elkezdték szervezni a találkozót Kovács József ifjúsági referens atya közreműködésével. Elmondta, hogy a programokat a Ferenc pápa által meghirdetett szent évhez és az idei imádság évéhez kapcsolódóan szervezték meg. Ez is a címe a találkozónak, hogy meghallgatlak. Ebben tényleg így az egymással való kommunikáció, az Istennel való imádság, annak a módjai kerülnek itt kibontásra, valamint a Szentírásból is vettünk egy idézetet, Uram, taníts minket imádkozni. A keresztény embernek ez egy alapvető dolga, hogy imádkozzon, és hogy kérje a jó Istent, hogy meglegyen az égiekkel a kommunikációnk, és nem az Istennek van szüksége a mi imádságunkra, hanem
hanem az imádság által ez egy önfejlesztés is, és egyben tényleg az Istennel való kapcsolatunk elmélyítése, amely által mi gazdagodunk. Az ember életének legfontosabb erőt adó valósága a személyes találkozás családban, baráti körben, közösségben. Az életminőségünk azon múlik, úgy épül fel, mennyit, kikkel, milyen minőségben találkozunk, mondta Felföldi László, a Pécsi Egyházmegye megyéspüspöke a találkozó helyszínén. Ha kereszténységet nézzük, akkor a kereszténység pedig teljesen erre épül, első perctől kezdve, hogy összejöttek, együtt voltak, találkoztak, figyeltek egymásra, segítették egymást. Az a krisztusi üzenet, az a krisztusi gazdagság, amit ő 3 éven keresztül az apostolokkal felépített. Találkozott emberekkel, kiválasztott embereket, meghívott embereket, hogy utána ők is vigyék tovább ezeket a találkozásokat. Hát ezek a fiatalok most, nagyon boldog vagyok, hogy itt vannak, különböző szinteken beszélgetnek, de a lényeg az, hogy együtt vannak, hogy találkoznak, beszélgetnek, és én arra fogom biztatni őket, hogy otthon nagyon komolyan legyenek ők részesei a helyi találkozásoknak. Vasárnap szentmisével zárult a találkozó, majd a csoportok hazautaztak. Rövid híreinkkel folytatjuk a híradót. Minősített hivatali vesztegetés miatt állítottak bíróság elé egy román férfit, aki június 30-án 400 eurót ajánlott a pénzügyőröknek az udvari határátkelőn, hogy hagyjanak fel a vele szemben megkezdett intézkedéssel. A pénzügyőrök megállapították, hogy a járműben a megengedettnél egy emberrel többen utaznak, valamint a gépjármű súlya meghaladja a megengedett legnagyobb ösztömeget. A férfi a jegyzőkönyv felvétele közben 400 euró készpénzt helyezett el a szolgálati gépkocsi utasterébe azért, hogy az eljáró pénzügyőrök hivatali kötelességüket megszegve a megkezdett intézkedést fejezzék be, ismertette a főügyészség. Az ügyben a pécsi törvényszék az ügyészi indítványnak megfelelően döntött, és a román férfit 1 év 6 hónap végrehajtásában 2 év próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte, és 400 euróra vagyonelkobzást rendelt el. Az ítélet jogerős. Majdnem egy hónap után először esik itthon az üzemanyag ára. A részleges üzemanyagár csökkentés holnap csütörtökön életbe is lép. A döntést a kormány figyelmeztetése is megelőzte, és a piaci folyamatok is kedvezően alakultak, adta hírül a Világgazdaság. A holtankoljak.hu friss adatközléséből kiderült, hogy a benzin nagykereskedelmi ára nem változik, de a gázolai igen, 4 forinttal csökken literenként. A mostani üzemanyagár csökkentésnek volt előjele, ugyanis legutóbb hétfőn már megállt a drágulás. Akkor stagnálást jelentettek az üzemanyag nagykereskedők, ami egyúttal azt is jelentette, hogy hosszú negatív sorozat szakadt meg. Ezt megelőzően ugyanis sorozatban 10-szer történt üzemanyagáremelés Magyarországon. A régió híreivel folytatjuk. Sokan még mindig megelégednek azzal, ha a parton pokrócokkal vagy törölközőkkel letakarják az értékeiket, de ez sok esetben nem elég. Többek közt erre, valamint a biztonságos strandolásra hívta fel a figyelmet a rendőrség. Bűnmegelőzési kabinetet adtak át a régió több pontján, egyet Vaddomboriban is. Ezek a létesítmények a rendőri munkát segítik. Ezekben a centrumokban szoktuk egyébként elrakni azokat a kellékeinket, ami az országos programokhoz is szükség van, ilyen a házhoz megyünk vagyonvédelmi program, a Police Café vagyonvédelmi program, akkor a Bike Safe, ugye ez a kerékpár regisztrációs programunk. Ezeket az eszközöket ilyenkor itt helyezzük el, és amikor kitelepülést tervezünk, mint most itt a strandon, akkor könnyen elérhetők, és egyrészt pihenőhelyként is szolgálnak a kollégáknak. Az iskola őrök is hasznát veszik a centrumoknak, akiknek a tanév végével jelentősen megváltozik a feladatkörük. Ilyenkor bűnmegelőzési feladatokat látnak el, és többek között jelenleg most itt a Vaddombori strand területén is kerékpáros járőszolgálatban vannak, gyalogosként is közlekednek, és egyébként már a jelenlétük is hozzájárul ahhoz, hogy a lakosság szubjektív biztonsági érzete növekedjék. Nyáron sokan mennek a vízpartra, hogy kikapcsolódjanak és lehűtsék magukat. Ne felejtsünk el ilyenkor is figyelni testi épségünkre. Az egyik legfontosabb veszély az, hogyha valaki felhevült testtel akar a vízbe ugrani, akkor az akár tragédiához is vezethet, hiszen a felhevült testű emberek
egy része nem feltétlenül bírja úgy a meleget, és szívinfarktust is kaphatnak. És ez hirtelen szívmegálláshoz is vezethet. Ez az egyik legveszélyesebb helyzet, úgyhogy mindenkinek felhívjuk a figyelmét, és kérjük azt, hogy mielőtt vízbe mennek, mosakodjanak le, vagy a strandok melletti fürdőknél zuhanyozzanak le, és úgy menjenek be a vízbe. A másik nagyon fontos probléma nagyon sok esetben, amikor valaki alkohollal hűti le magát a nyári nagy forróságban, és ilyenkor az alkohol azért elég hatásos tud lenni. Kérünk mindenkit, hogyha alkoholos állapotban vagy bódult állapotban van, akkor ne menjen a vízbe, hiszen ez is tragédiához vezethet. Ilyen esetekben ugyanis nagyon sokan nem mérik fel megfelelően a hőmérsékletnek, illetve a víznek a veszélyeit. A strandon heverő értékekre sajnos a szezonban sokan vadásznak. Hogyha többen megyünk a strandra, akkor mindig figyeljünk arra, hogy a járműveink környékén mindig maradjon legalább egy személy, aki az értékekre figyel, hiszen vannak olyan bűnözői körök, akik a nagyobb strandok környékén szintén azt figyelik, hogy hol vannak őrizetlenül hagyott értéktárgyak. Nem megoldás az, hogy a törölközőnket, vagy akár a plédünket leterítjük, és a holminkat ezzel próbáljuk védeni, hiszen hogyha a vizekben vagyunk, és eltávolodunk a parttól, vagy akár a medencében ülve, elég nehéz az, hogy az értékeinket megóvjuk ilyen módon. Az idén a Tolna vármegyei rendőrkapitányságon ilyen jellegű bűncselekmények miatt nem indult eljárás. Ez a régió az egyik legkevésbé veszélyeztetett terület ebben a tekintetben, de mindig fontos az elővigyázatosság. Július 1-től már nem hozhatóak forgalomba italos üvegek, PET-palackok és alumínium dobozok visszaváltási díjas logó nélkül. A 400 négyzetméter feletti üzleteknél kötelezővé vált a visszaváltó automaták telepítése, illetve lehetőséget kell biztosítani a csomagolás személyes átvételére és a visszaváltási díj térítésére. Kötelezően visszaváltási díjas termék után 50 forintot fizet a vásárló, amit azonban visszakap, ha az üres palackokat visszaváltásra alkalmas állapotban, azaz nem tömörítetten, olvasható vonalkóddal egy gépi vagy kézi visszaváltási pontra lead. Jó, teljesen jó. Veszek ilyen üdítőt, például ásványvizet vagy dobozost, nem mindegyiken van rajta még. A Lidlibe szoktam menni, és ott van ilyen beváltós doboz. Hát, amiben belerakom, és nem szabad összehajtani, hanem simán bele kell rakni, és akkor odaadja a blokkot, és akkor akarok vásárolni, akkor vagy levásárolom, vagy oda megyek a pénztárhoz, és kifizetik. Pénzünket bolti utalvánnyal vagy applikáció segítségével banki utalás formájában kaphatjuk meg, de dönthetünk úgy is, hogy jótékony célra ajánljuk fel azt. Szerintem nagyon jó dolog, igen. Nem dobáljuk el a flakonokat. Mondjuk most is vettem olyat, tehát remélem, hogy nem csak ide visszatem vissza, hanem egy másik boltba is. Úgyhogy ez volt a legnagyobb probléma, hogy el kell tűnni másik boltba. És volt, amit egyáltalán nem tudtam, azt viszont kidobtuk. Nem tudtunk mit csinálni. Ez mind szerintem nem működik teljesen jól, az a véleményem. De jó dolog, igen. Az automaták a csomagolás formáját, súlyát és vonalkódját azonosítják, ez alapján váltják vissza a palackokat. Így kizárólag épp, nem összenyomott, jól olvasható vonalkódú termékeket képes visszaváltani a rendszer. Minden a bajból kezd a dologgal, mert itt a boltomban is rengeteg üveg összegyűlik nap, mint nap, mivel meleg van, és az embernek szükség van a folyadékra. És most a szembelévő Tesco-ba van egy automat, ami az üveget beváltja. Csak nekem az a problémám vele, hogy ezek nagyobb helyet foglalnak el. A gép csak úgy veszi át őket, hogyha rendesen fel vannak fújva, tehát ha összenyomjuk őket, akkor már nem veszi össze a gép át őket. Hogy ezeket tárolni, gyűjtögetni, az nagy helyet foglal el. Az egyik bonyhádi italdiszkon még korábban nagy mennyiségben bevásárolt visszaváltási díjmentes termékekből. Ezt kiküszöbölve gondoltuk azt, hogy ha mi bevásárolunk ezekből a termékekből, akkor következő hónapokig ezt a terhet magunkra tudjuk vállalni, illetve a vevőknek nem kell cibálni a zsákszámra a dobozokat az automatákhoz, ami most az üzletünkben is rendelkezésre áll, és el is kezdték szeretni, mert lesznek kötelező kényszerek, hiszen már most július 1-től nem is jöhet ki olyan üdítő, olyan sör a gyárakból, ami ne terhelni már az 50 forintos díj, tehát ez egy kötelező rossz lesz mind a vevőknek, mind nekünk, de helyén kell tudnunk kezelni, hiszen ez egy kényszer helyzet. A rendszer nemzetközi szinten már évek óta működik, hazánkban egyelőre még talán megoszlanak róla a vélemények. A pontos működésről a rapont.hu weboldalon is lehetséges bővebben tájékozódni.
Váltott munkaidőbeosztással, korlátlan víz- és üdítőfogyasztással védekeznek a kánikulában a vendéglátóhelyeken dolgozók. A termőföldeken pedig hajnali munkavégzéssel, sok folyadékkal, szalmakalappal védekeznek a 30 fok feletti meleg ellen. Folyamatosan mennek a sütők ebben a balatonszemesi vendéglátóegységben. Fejlesztéseiknek köszönhetően azonban elviselhetőbb a hőség a konyhában. Megint nagyon meleg van. Kapcsoljuk följebb ezt az elszívót. Hát, ha jobb lesz így. Minden alkalmazottnak folyamatos vizet és üdítőt biztosítanak, így segítve a munkavégzést. Korlátlan vízfogyasztás és üdítőfogyasztás van a dolgozóinknak. Mindenki bármikor, bármennyi folyadékot fogyaszthat. Igyekszünk egy kis pihenőidőt is felváltva biztosítani mindenkinek, meg illetve ebédidőt is nyugodtan itt a hűs teraszon elfogyaszthatják, már amennyire a terasz hűs, illetve a beosztást is megpróbáljuk úgy időzíteni, hogy nem mindig mindenki a legmelegebb időszakban dolgozzon, mert azért délelőtt és este azért hűvösebb van egy picit. Megpróbáltunk pályázati forrásból modernizálni a gépeket az üzletben, nagyon komoly elszívórendszerünk van, ami jó pár fokkal hűti a konyhát, hiszen a meleget is kiszívja az olajokkal és mindennel együtt, az olajgőzzel együtt. Elől megpróbálunk ventilátorokkal keringetni a levegőt, más sajnos nem tudunk csinálni. Illetve napernyőnk van az üzlet előtt, amikor nagyon ide tűz a nap, azt kitekerjük, este pedig betekerjük, és éjjel is megpróbáljuk úgy lezárni az üzletet, hogy szellőzzön az üzlet, és egy picit átjárja az az éjszakai hűvös levegő. Lányok? Ez pedig már a lengyeltóti dinnyeföld, a több mint 5 hektárnyi területen a Bugyi család évtizedek óta gazdálkodik. A nagy melegben náluk is fontos a vízfogyasztás. A földön való munka egyébként is nehéz, de ebben a hőségben természetesen még sokkal nehezebb. Igyekszünk védekezni, ahogy tudunk, szalmakalappal, hideg ásványvízzel, úgyhogy így meg tudjuk oldani, és így elviselhető, és igyekszünk, főleg a délelőtti órákban, amikor még nincs az a nagy meleg, akkor kijönni, és a napi mennyiséget lekészíteni, hogy később már a déli órákban bent tudjunk lenni, úgyhogy így védekezünk a nagy hőség ellen. Annak ellenére, hogy megpróbálják a reggeli délelőtti órákra időzíteni a munkavégzést, így is több órát töltenek a szabadban. Minimum egy ilyen 6 óra hosszát, sőt, még lehet, hogy hetet is, attól függ, mennyi dinnyét kell szedni, mennyit kell behordani, ugye mikor kell behordani, de azt is próbáljuk úgy időzíteni, hogy délelőtti órákba szedjük a dinnyét, és hogyha nem szükséges, akkor csak az esti órákba késő délután visszük be, akkor pakolunk, mert akkor azért kellemesebb a légkör, könnyebben el lehet viselni a meleget. Ez a meleg idő ugyanakkor jót tesz a dinnyéknek, a termőföld melletti elárusító helyen már egymás után érkeznek a vásárlók. Várhatóan a hétvégétől vagy a jövő hét elejétől pedig már megjelennek a zöldségesek polcain is a tóti dinnyék. Híradónk végén Baranyai témáink még egyszer röviden. Óvintézkedések a hőségben, harmadfokú riasztást adtak ki az országban. Halálos tűzesetek, szénmonoxid mérgezés, tűzgyújtási tilalom, mozgalmas fél évet zártak a baranyai tűzoltók. Újabb pénzdömping a baloldali városvezetés ölében. Sok milliós értékű szerződést kötöttek a baloldaliak. Azonos szellemiség és értékrend a találkozás fontosságára hívta fel a figyelmet a pécsi mérgéspüspök. Csütörtökön a napos, gomoly felhős időben elszórtan alakulhatnak ki frissítő záporok, zivatarok, nyugaton megélénkül a szél. Fokozódik a forróság, délután 36-38 fokot mutatnak majd a hőmérők. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk, mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!